Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Visegrádi Energiaesték harmadik előadásán. Abonyi Géza vagyok. Egy pár bevezető mondatot szeretnék mondani a mai előadás előtt. Ugye vitán felül áll, hogy a technikai fejlődés az elmúlt évtizedekben egy kicsit meghaladta az emberek átlagának az agyi lehetőségeit és kapacitását, hiszen csak kapkodjuk a fejünket, hogy milyen új, napról napra újabb és újabb technikai csodákkal szembesülünk, és ez most már a saját életünkben is, a közeli életünkben is érezteti hatását. Ugye itt az energiaestékről van szó, elsősorban energiatakarékossággal, fűtés technikával foglalkozunk, illetve próbálunk olyan tanácsokat és javaslatokat adni, amik segítenek azoknak az embereknek, akik nem igazán ismerik ki magukat az új technikai vívmányok között, hogy mit is válasszanak, hogyha egy kis beruházást szeretnének, akár az energiatakarékosság, akár a fűtés-korszerűsítés területén. A mai előadás az két részből fog állni. Egyrészt Omaszta István mérnök úr fog tanácsokat adni és javaslatokat adni annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldást válasszák ki azok, akik szeretnének korszerűsíteni vagy energiát megtakarítani a házuk táján. Másrészt pedig dr. Szendrői Lajos jogász ügyvéd úr fog egy pár nagyon hasznos tanácsot adni szerződéskötés, jótállás, garancia és egyéb fogalmakba, amelyekben nem biztos, hogy egy átlagember eligazodik könnyen. Úgyhogy kérem szépen fogadják szeretettel a két szakértőt. Kérem Omaszta István mérnök urat, hogy kezdje el az előadást. Köszönöm szépen. Mikor valaki neki kezd valamilyen műszaki tartalommal valamit építeni, mondjuk egy napelemes rendszert, vagy egy házat építés, a többi, ugye egy csomó pénzmennyiséget kell megmozgatnia, kiadnia, hitelt felvennie, tehát nem mindegy az, hogy az milyen effektivitással fog a pénz műszaki dolgokba megvalósulni. Ezért ugye a következő három pontra kell figyelni. Okay. Jól kell definiálni a műszaki tartalmat, ez mennyibe fog kerülni, és mennyi idő kell a megvalósításhoz, és mikor lesz kész, tehát mikor fog ez a dolog realizálódni. És éppen ezért ugye ezeket tisztázandó kell különböző dokumentumokat mindenkinek beszerezni, megcsinálni. Ezeknek a hiánya okozhat problémát mindegyiknél, tehát nem lehet nagyvonalúnak lenni. Az egyik a nyilvánvalóan műszaki tartalomhoz tartoznak különböző leírások, tervek, kiviteli tervek, lista arról, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Az árajánlatokat kell bekérni, ugye? Tehát az árajánlatok bekérése is egy bizonyos koreográfia szerint megy, amit az ügyvéd úr biztos el fog mondani a következőkben. Én is említek egy-két dolgot, ami a műszaki dolgokhoz tartozik, és egy időben el kell rendezni az eseményeket, ami nagyon fontosságot fog tenni, mert ugye finanszírozni kell ezt az egészet, van egy ára, és bizonyos csomópontoknál ugye ez fizetésre kerül sor. A következő, a műszaki tartalommal kapcsolatban a következőt lehet elmondani. Tehát a világos, hogyha valaki valamit meg szeretne valósítani, egy házat, vagy napelemes rendszer volt, amit említettem, de bármi lehet, amit a piacon meg lehet venni. Avval kapcsolatban az ember összeírja, vagy átgondolja, hogy mit szeretne pontosan, mi az ő igényeinek megfelelő dolog, amit meg kell venni. Tehát világos, hogyha valakinek pénze ugye egy Suzuki-ra van, hanem egy Mercedes-t akar venni. Tehát a magyarul az igényeket a leendő finanszírozáshoz kell igazítani. Rögzíteni kell a jelenlegi állapotot, hogy miért az. Ugye például, ha valaki építkezik, akkor vannak támfalak, különböző műszaki dolgok, pince, ugye annak a műszaki állapotát rögzíteni kell, mert hogyha ahhoz kapcsolódóan műszaki tevékenység folyik, annak a terhelés lesz, akkor ugye, ha az ember nem rögzíti
az állapotot, valaki rámegy mondjuk nehéz munkagéppel, meg hogy nem lehet tudni, hogy ki követte el a hibát. Ugye? Tehát rögzíteni kell az építési területen, a tetőnek az állapotát kell, mielőtt a napelemet felszerelik, ugye? Tehát ezeket a dolgokat le kell rögzíteni, lehetőleg dokumentációba. Tehát az, hogy le kell fényképezni, meg kell írni, hogyha valami hiba van mellé, hogy ne legyen vitás ügy. Tehát fotodokumentáció, rajzokat kell készíteni. Ugye be kell szerezni a szükséges rajzokat, terveket, ugye? Tehát a házat tervezni kell, és a végleges állapotot kell definiálni, ugye? Tehát össze kell ülni a családnak, vagy aki ebben illetékes, és meg kell hozni a döntést, hogy mit szeretnének tényleg kivitelezni. Tehát akkor már műszaki adatok, számszerű adatok kerülnek sorra, milyen, hány kilovattos legyen a napelem, hova kerüljön fel, megfelel a tető, akkor már sok mindent tud az ember. Ugye számba kell venni, hogy szabványokat, rendelkezéseket be kell tartani, tehát itt jön be az, hogy például a mostani vita, amit az önkormányzatnál ugye itt a napelemek kapcsolatban van, ugye meg kell érdeklődni, hogy ez a napelemes rendszer nem fog-e zavarni különböző érdekköröket, mert ha igen, akkor később ebből gond lehet. Figyelembe kell venni azt, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak, tehát valaki azt a tárgyat, műtárgyat meg tudja építeni, ugye? Tehát lesz elég munkaerő. Tehát nem elég ugye azt nézni, hogy az ismerős ráére, mondjuk aki esetleg nyugdíjas, de megbetegszik, kórházba viszik, nincsen munkaerő. Pénz van, munkaerő nincs, tehát nem köz. Engedély kell, nagyon fontos lépés, egy házhoz kell építési engedély. Sok mindent könnyítettek, de ott a törvényeket jól el kell tudni, hogy az építési engedélyek beszerzése szüksége-e. Tisztázni kell, hogy lehetnék ebből jogi problémák, szomszédokkal kapcsolatosan ilyesmit, tehát ugye ezeket előre vizsgálni kell, hogy a szomszédokkal lehet-e gond, vagy a tetőre épített napelem zavar-e valakit, vagy valami. És információkat kell gyűjteni, ugye világos a tapasztalatokat, lehetőleg beszélni kell emberek, akik ezen már túl vannak. Tehát ugye ezek nagyon hasznos információk, ami kell ahhoz, hogy csökkentsük azt a rizikót, ami egy ilyen beruházással jár. Irattár, ugye ez nagyon fontos, sokan ezt szokták hanyagolni, tehát lehetőleg ugye a számítógépen és papír dokumentációkat rendesen kell gyűjteni. Sokan ennek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, és akkor később, mikor az ügy folyik, akkor gyorsan keresnek ugye napokig egy iratot, ami nincs meg. Valahova valaki elrakta, és ez nagyon fontos dolog, hogy ez ne így legyen. Nagyon sokat kell beszélni emberekkel, szakértőkkel, stb., ugye, hogy ne legyen probléma, és még egy van, hogy ahogy előre halad a dolog, ugye rendszeresen össze kell gyűjteni, hogy hol állunk, és egy számvetést kell készíteni, és abból kiindulva kell újra megszervezni a munkálatokat. Miért fontos ez? Az a műszaki tartalom definiálása az alap ehhez, hogy tovább lépjünk. A legfontosabb az, hogy mert ugye mindenkinek az a pénz, amit investál, az a legfontosabb. Ugye? Tehát van egy vállalat, aki 2 millió eurót költ, van, aki 100 000 forintot költ, vagy egy házárát költi, nem mindegy. De mindenkinek az a pénz, amit arra fordít, az soha vissza nem jön. Tehát, hogy az veszteség, akkor ugye az elment. Tehát nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük ezeket a dolgokat. Akkor a következő anyagi teher tisztázása, itt is gyorsan, ugye mennyibe kerül körülbelül, ugye mindenki jön avval, hogy ha mondjál már valamit, ugye, tehát meghozza a köművest, azt mondja, hogy mondjad meg, hogy mennyibe kerül ez a fal. És akkor mond egy számot. Ez nem szabad komolyan venni, ugye, mert ugye lehet becsülni már megvalósult beruházásokból, most főleg inflációs időben nagyon kell vigyázni, mert meglepő számok tudnak kijönni, tehát egyik ezt mondja, másik azt mondja. Tehát ezek a becslésekkel vigyázni kell óvatosan, mert ugye nagyon szórnak az eredmények. Tehát arra nem lehet alapozni komoly döntést. Információnak nem rossz, de komoly döntést alapozni nem lehet. A tételes költségvetés a legjobb, hogy azt mire alapítjuk, ugye hát arra alapítjuk arra, hogy árajánlatokat kérünk be, ahhoz már kell a műszaki tartalom, ugye nagyon fontos az, hogy a műszaki tartalomot már üljön, akkor olyan, nem érdemes ugye mindenki minden hónapban megkérdezni ugyanarról,
amikor mindig változtatunk rajta. Egy előbb-utóbb bedobja a törő között, és elmegy, ugye nem fog választ adni. Tehát fontos az, hogy mi legyünk először tisztában, hogy mit szeretnénk, és utána lépünk tovább. Meg kell nézni, milyen trendek vannak a piacon, ugye, árinformációk, hát ez az internet nagyon jó fórum erre. Ott a berendezések konkrétan lehet ugye árat kapni, de soha nem szabad elfeledkezni, hogy az, hogy egy kazán mennyibe kerül az üzletbe, az nem ugyanannyi, mi föl van állítva, tehát ugye ott még valaminek történni kell, ki kell szállítani, stb. Ezek az olyan költségtényezők, amik azért komoly összeget képviselnek, és hát figyelembe kell venni az inflációt. Miért? Mert mikor tervezünk, onnantól kezdve eltelik néha fél év is, ugye egy év is ahhoz, hogy mikor már realizálódik, mikor ténylegesen megvesszük az ilyet. A másik az, hogy valami táblázatból ezt össze kell hozni, ugye, tehát hogy meg kell nézni ott, hogy egybe lássuk ezeket a dolgokat, lehetőleg úgy, hogy ez mindjárt automatikusan összeadja, ne csináljunk nagy hibát. A költségvetés pontossága, ugye ez a kérdés, ugye, hogy összeáll abból, hogy milyen jó az információ, az idő, mennyi idő telt el a költségvetés készítése és a tényleges kivitelezés között. De ezt ugye egyszerűen az embereknek tudniuk kell, ugye? Tehát hogy ez egy rizikó, ez az időfaktor is, meg az, hogy az információ már nem érvényes. Egy világos, egy olyan cég adja az árajánlatot, aki már nincsen akkor, amikor megveszük, akkor már probléma van. Ja. Akkor ez a lényeges, ugye, hogy mikor mennyi kiadás keletkezik, mennyi fedezet áll, ezt idegen szóval cash flow-nak mondják, hogy ez azt jelenti, hogy tudnom kell, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, akkor, amikor nekem fizetnem kell. Tehát ugye kell egy fizetési tervet csinálni. Ez abból fakad, majd a ügyvéd úr elmondja, ugye, hogy van egy szerződés, amiben meg van határozva, hogy mikor mennyit kell fizetni, vagy mikor kész van, készenléti állapothoz képest, vagy egyetlen határidő van meghatva. Ezekből áll össze ez a dolog. Biztonsági fékek, ugye hát ez a legnehezebb téma, ugye, hogy milyen biztonságot lehet mondani. Hát ugye a szerénység az eleve egy biztonságot ad. Ugye, tehát az, hogy tudjuk, hogy pontosan mik azok a munkálatok, amit el lehet halasztani, esetleg, ha valamiben történik. Ugye, tehát ezt át kell rendezni időben, mi az, ami abszolút fontos, és mi az, ami már luxus esetleg, vagy nem annyira fontos. Ugye, tehát itt tartalékok képzése, hát ezt mindenki tudja, hogy kevesebb pénzzel nem lehet neki indulni, mint amennyi. De ugye kell ehhez a munkálathoz, az már eleve van, de azért valami tartalékra mindig kell számítani, főleg az infláció miatt. Költségvetési tervezet, realizált adatainak folytonos összehatolítása, ez világos, hogy fölírom azt, hogy mennyibe ér vettem meg konkrétan, és mennyit terveztem be. Ugye, mert a kettő közötti különbség, a negatív akkor jó, a pozitív akkor nem valami jó. Tehát, mert ugye akkor elúszok a költségvetés. Ez egy monitoringnak mondják idegen szóval. Az óvatosság ugye az egy fontos dolog, és hogyha a krízis van, akkor intézkedni kell, tehát nem lehet hagyni az autót futni a szakadék felé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hanem azonnal ugye be kell avatkozni, át kell tervezni, stb. Tehát hogy ne kelljen ugye azt mondani valakinek, hogy nem tudok fizetni. Rendkívül fontos. Határidő. Idő. Én megtanultam a szakmai életem folyamán a nagy projekteknél, időt nem lehet venni, ugye? Tehát azt még pénzé se adják. Tehát, ha elfogyott az idő, akkor nincs mese, akkor nagy baj. Ugye? Tehát, magyarul ugye a nagy beruházásoknál van késedelmi díj, ugye azok nagy összegek, már órára megy, tehát nincs órára kész, akkor már esedékes. Azt gondolom átengedem a ügyvéd úrnak, hogy jól tudja a késedelmi díjakról beszélni, azt mikor lehet kérni, mikor. Tehát ez izgalmas egy téma. Van olyan, hogy egy óra késés 40 ezer euró elment. Ugye? Tehát ez így működik az iparban. Tehát egy órába késsel, véged van. Tehát világos, hogy egy ház építésénél ez nem fog így előjönni, 40 ezer euró biztos nem, de nem tudom, hogy világos, hogy szakember hiánynál nehéz ugye ilyen szerződési tételeket érvényesíteni. Majd erről beszélek még a következőnél. A rizikófaktorok, ugye itt felsoroltam infláció, hiány, ugye, ami fontos, itt az mindig azt kell mérlegelni, hogy ha amennyiben az a termék nem kapható, akkor milyen helyettesítő terméket tudok beszedni, ami gyorsan kapható.
Hát ott egy megalkuvás van, de az még mindig jobb, mint áll az építkezésé. Tehát akkor át kell gyorsan diszponálni dolgokat. Hát a megbízhatatlan emberekről tudna beszélni mindenki. Van ilyen, erről beszélni kell. Ez néha sajnos egy olyan faktor, ami nagyon nehéz, nem jön időbe, stb. Ezt mindenki ismeri, én is, úgyhogy ez nagyon nehéz védekezni ez ellen. Ismerés, a jó szakembereket, megbízhatókat meg ki kell várni. Ugye? Tehát ez az, ami az időhöz visszavezet minket. Előleggel való visszaélés, stb. Ezt a ügyvéd úr majd elmondja. Ja, nyomásgyakorlás, ennek kivédése, illetve vannak nyomásgyakorlás, ha hiány szakember van, tud nyomásgyakorolni. Nem mindegyik csinálja, vannak jó szakemberek, rendesek, vannak, akik nem annyira adnak erre, és vannak a váratlan, előre nem látható események, hát ez az, amit ugye nem lehet tudni, hogy mik ezek, lehetne sorolni, hiszem, hogy pontosan milyenre gondolok, vannak műszaki problémák, amik fölmerültek, a szomszéd csinál valamit, mint amely olajkutat fúrod, tehát ugye sok lehetőség van. Akkor a következő árgyalat kérése, ezt már akkor nem akarom ilyen részletességgel itt mondani, én felsoroltam ezeknek van egy csontja, hogy minek kell benne lenni, az én meglátásom szerint a műszaki tartalomleírása a legjobb, és azt már az első árajat kérdésnél nagyon precízen le kell írni, mert ha ott ugye módosítani kell, egyrészt ugye rosszul néz ki, mert ha minél többet módosítanak egy cégnél, egy drágább, ugye? Tehát a dolog, mert az érdeklődést tanúsítjuk, ennek van egy pszichológiai oldala is, ugye? Tehát egyszer kell precízen megcsinálni, és ugyanazt az árajatot kell kiküldeni több helyre, ugye? Tehát nem lehet az, hogy ennek ezt küldöm, annak azt küldöm, és akkor összehasonlítom, ugye? Tehát ez nem megy. Tehát az ugyanannak a tartalomnak kell lenni. Nagyon fontos, mert különben mit hasítok össze, ugye? Tehát, ja, és a egyéni kérések, tehát ugye itt a... Bocsánat. Tehát ugye itt a... Fontos az árajánlatok kikérdés, hogy ugye mennyi árajánlat? Ez is egy kérdés. Az ember azt mondja, hogy megkérdez. Nálunk úgy volt a szabály, hogy 3 árajánlat kell. Ugye? Nagyobb összegeknél. Mindenkinek mi a nagyobb összeg? Ezt már mondtam, hogy ez mindig reláció kérdése. Azt gondolom, hogy minimum 2. Ja, tehát egy árajánlat az nem árajánlat. Ha csak az ember nem azt mondja, hogy ezt a szakembert akarom. De akkor az drágább lesz. Ez biztos. Jó egy kontroll árajánlat mindig, akkor összehasonlítja az ember a műszaki tartalmat és a tételeket egymással. Nagyon fontos dolog. A árajánlat kérésről volt szó előbb, tehát az árajánlatnak a adása. Ezt a ügyvéd úr megint csak el fogja mondani, hogy ez már egy kötelezéssel jár, persze beírják. Én kaptam olyan állatot, hogy aznak már jár. Tehát ez inflációs időben sajnos előfordulhat. Ugye, hogy a cég nem akarja vállalni sokáig azért ez egy fontos pont, hogy meddig érvényes az állat. Tehát addig lehet azt, addig avval meg lehet rendelni a kondíciókkal. Itt az a fontos, hogy itt már a műszaki leírás, tehát amit ami hozzátartodik, a műszaki leírásnak nagyon pontosnak kell lenni, mert az ember azt kapja, ha megrendeli. Ugye? Tehát utána már nincsen nagyon lehetőség reklamálni, ha abban nem az áll, akkor azt kapja az ember. Ugye? Tehát utána már nem lehet azt mondani, hogy a szállító cég a hibás, és világosan itt minden olyan körülményt tisztázni kell az árajánlatban, ami azt a céget ott azon a munkahelyen, hogyha egy szerelésről van szó, egyértelműen várni fogja. Tehát, hogyha az ember nem írja oda, hogy ez az út nem áll rendelkezésre, de oda be kell vinni az anyagot, tehát akkor ugye megnézheti, hogy azt a költséget föl kell számolniuk. Ugye? Tehát itt azért vigyázni kell, tehát, hogy mi lesz ott. Ugye? Tehát ez egy fontos, lényeges kérdés. A ártárgyalás. Na, ez a legfontosabb része a dolognak. Ez egy töménypszichológia, ugye? Tehát ez világos, hogy az ártárgyalásra nem szabad felkészületlenül menni, tehát az embernek nem szabad a masszörtől jönnie, tehát tudod, és írtam, ugye? Tehát, hogy át kell gondolnia a dolgot.
Majd komolyabb összegről van szó, akkor ugye, ha az embernek van a kezébe három árnyalat, akkor már bizony, biztos, és nem szórnak az árak annyira, akkor már ugye eléggé biztos a dolgába, megértette, ami benne áll, és akkor utána jönnek azok a dolgok, hogy hogyan bonyolítjuk ezt le. Tapasztalatból mondom, a legjobb dolog az, hogy az ember nem mindjárt avval kezdi, amiről szó van. Ugye? Tehát mindjárt arról kell kezdeni, hogy ki az illető, aki velem szemben áll. Hogyha ez olyan, akit nem ismer. Ugye? Tehát ez fontos dolog, ezek a small talk, mondja az angol. Ugye megbeszéljük vele, honnan jön ki, ott már a személyiség is kijön. Ez egy nagyon jó kis teszt egyébként, és akkor nagyobb bizalom van. Ugye? Mert ott lehet, hogy azt mondja az ember, rábiccent, és azt mondja, megrendeli. Ugye? Tehát ott lehet, hogy 10 millióról már szó van. Tehát az nem mindegy az, hogy az ember kivel köt szerződést később. De csalhatnak, a világos a dolgok. Mit szoktak megnézni? Hogy nagyobb összegről van szó, van egy úgynevezett, hogy mondják ezt a tehát ahol utána lehet nézni a cégnek. Ugye? Tehát van egy, azt hiszem, céginformációs központ, nem tudtam, hogy hívják. A német területen ismerem. Tehát annak utána lehet kukkantani, hogy az cég hogyan vitézkedett az elmúlt években, ott megvan az árbevétel, stb. Ugye, tehát van egy megbízható információ egy stabil üzletvezetésről, ugye, tehát ott már egy jó dolog. Hány ember van? Sokan mondják, hogy van 100 emberem, és akkor van 3. Ugye, tehát hanem összetoborozza, hogyha van éppen. Tehát nagyon zűrös dolgok tudnak kijönni belőle. Ezért ezt nagyon fontos lépésnek tartom. Másik oldalról szokott olyan lenni, tehát nem teljesen szeriőz emberektől, ugye, hogy nyomásra lehelyezik az ügyfeled, ilyet is láttam már, úgyhogy tehát, hogy ugye, ha nincsen, vagy nem szabad beszélni soha a saját informátságról. Tehát nem szabad elmondani, hogy hány árajlat van, azt meg végképp nem, hogy mi áll benne. Ugye, tehát nagyon a bizalmakozásnak itt nincs helye, ugye, hát az én információm, amiből élek, ez egy pókerjáték. A nyomás alá nem szabad helyeztetni magát. Autókereskedő kedvenc fogása, ha valaki elmegy a fiával, akinek kocsit vesz, az nagyon szeretné azt az autót, és akkor utána az nagyon drága lesz. Ugye miért? Mert az autókereskedő látja azt, hogy a fiú nagyon szeretné az autót, és azt mondja, most nincs időm, de és akkor mindjárt aláírják a szerződést. Tehát ezt lehet olvasni internetes oldalakon, ezeket a fogásokat. És a lényeges kérdés még az, hogy aztán, amikor ez az általános információ szerzés megvan, akkor lehet rátérni a lényeges kérdésekre, és érdemes végigmenni a szerződéspontokon. Tehát érdemes végigmenni mindegyiken, hogy van, részletesen megbeszélni, esetleg kiegészíteni a szerződést még egy utólagos információkkal. Tehát ez egy olyan pontos, ami sokkal inkább pszichológiai teszt mind a két fél számára, ugye, főleg a nagy összegről van szó. Ugye nem egy ablakbetörésről van szó, tehát akkor egészen más, de az, hogy el lehet úszni a pénzet, tehát azért ott is vigyázni kell. A lebonyolításról, hát itt mi szokott lenni probléma? A probléma a lebonyolításról mindig az, hogy adunk egy megbízást, vagy több megbízást adunk, ugye, tehát egy megbízás sorozatot adunk, és ez a megbízás sorozat oda vezet, hogy szerződéseket aláírjuk, és onnantól kezdve lép életbe az, hogy amikor aláírtuk a szerződést, onnantól kezdve érvényben lép az, hogy mikor ki mennyit fizet, és mit teljesít. Tehát onnantól kezdve egy időtet kell. Ezért jó az időterv, ugye, mert akkor nyomon tudom kötni, hogy ki mikor van. És akkor mindjárt, ugye nem akkor azon a napon kezdek el akarni, hogy nincsen, nem jöttek, hanem már egy héttel ezelőtt mondom, jössz. Tehát mindig rajta kell lenni a rendszeren, és nyomást kell gyakorolni. Ez egy fontos kérdés. Sokan akkor csodálkoznak, amikor már megvan a baj. Tehát jó orr kell hozzá, de érdemes csinálni. Tehát ez a lényeges kérdés, ugye mi van még nagyon fontos, egy építkezés megkezdésén említettem, hogy ugye megvan az, hogy milyen állapotok voltak ott. Ennek azért van jelentősége,
Például, hogy van valahol egy gázvezeték. De nem közlöm a kivitelezővel, jön a bagger, bum. Tehát ház volt, nincs. Tehát ugye ez fontos dolog, hogy milyen állapotban adom át az építési területet. Van-e egy pince alatt, ami beszakadt? Tehát ilyen dolgokat, ez az én felelősségem, mindig az építetői a felelősség, nem az építkezői. Ha nem hozom a tudomására, akkor, és azt mondom, hogy jöjjön be egy 10 tonnás terautó, bum, akkor sajnos az árat nekünk kell fizetni. Ráadásul az ő kocsiját is ki kell fizetni. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, jegyzőkönyvezni kell, tehát magunknak is. Ha nincs műszaki ellenőrünk, akkor különösen problémás, ugye? Tehát, ha valamihez nem értünk, akkor jobban műszaki ellenőrt hívni. Tehát aki megnézi azt, hogy azt szakszerűen lehet-e kivitelezve, nagyon sok pénzt lehet megspórolni. Sokszor sajnos már nézni a dolgokat a televízióban, hogy házakat kell lebontani. Sajnos ez van ilyen is, tehát ez ritka ugyan, de elő szokott fordulni, vagy szigetelés hibákat csinálnak, stb. Tehát, hogyha az ember nem ért hozzá, és nem biztos benne, akkor érdemes ugye műszaki ellenőrt hozni, és mindent dokumentálni kell, tehát ami folyik az építési területen. Nagyon nehéz dolog távolról építkezni, sok előnye nincs, tehát ugye az a legjobb, hogyha az ember nem csinálja. Tehát a lebonyolításnál fontos dolog az, hogy a bonyolításnál mindig össze kell hasonlítani azt, amit megrendeltünk, ugye? Tehát ez a fontos, ugye, hiszen azt rendeltük meg. Tehát, hogyha a burkolat, a külső burkolat az ilyenre rendeltük, akkor nem lehet egy másik fajta. Ugye? Tehát sok ilyen dolog van, ami be kell tenni. Tehát a rajzok össze kell hasonlítani. Ja, még egy van, hogy ahol műszaki engedélyes a dolog, ott az engedélyen mindig össze kell hasonlítani. Tehát nem lehet olyan, hogy az engedélytől eltérő, mert annak a költségét nekünk kell viselni. Hát ebben én be is fejezném, a legfontosabb ezek. Ja, még az átvétel, ez is egy jogi téma, ami a műszaki átvétel, rendkívül fontos. Ezért jó az időnkönponti ellenőrzés, hogy mikor az átvétel jön az ember, akkor már ne lássa akkor az egész katasztrófát, hogyha sok hiba van. A műszaki átvétel a legfontosabb dolog, mert akkor átkerül az építető vagy a kivitelezőtől hozzám a felelősség, tehát hogyha ő csinált valamit, és én azt aláírtam, akkor egy kicsit az én felelősségem is. Van ez a úgynevezett rejtett hiba kérdése, azt is szeretném majd az ügyvéd úr elmondaná, mert ennek ez elég bonyolult téma. Az én gyakorlatomban nem sok volt ilyen. Vannak olyan hibák, amit a legnagyobb az átvételkor nem lehet látni. Téma egyébként a villanyszerelésnél éppen a szigetelési hibák, ugye, ahol egyébként kell mérési jegyzőkönyvet csinálni. Ennek ellenére szoktak lenni problémák, kötési hibák, ugye, amit nem lehet látni. Ilyenkor nyilvánvalóan az elvégzett munkára kell garanciát kapni az embernek. De ezért fontos, hogy rendes szerződést kössünk, ezt még akartam említeni, hogy aki feketén kivitelez, annak nem sok reménye van. Ugye? Ebbe be is fejezném, és akkor felkérném az ügyvédet, hogy... Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Nem azonos rugóra jár a műszaki szakember és a jogásznak az agya. Eltérően gondolkodunk bizonyos dolgokról. Azt, amit Pista elmondott, az teljes egészében igaz, így összességében, abban az esetben, ha a kivitelezés úgynevezett házilagos irányításra, tehát ahol a beruházó nem vesz igénybe generál kivitelezőt, hanem saját maga vállalja fel azoknak a munkáknak és anyagoknak a kiválasztását, beszerzését, helyszíni beépítés irányítását, aki mondjuk kisüzemi módon akarja a kivitelezést. Én azt mondom, hogy ennél valamivel drágább, ha kivitelezőt bízunk meg az ügy lebonyolításával, mert akkor már akár a tervezéstől a műszaki átadás átvételig mindent a kivitelező fog a szerződés alapján elvégezni, és ennek megfelelően helytállni.
Először is ugye tisztázzuk, hogy mi is a szerződés. A szerződés a felek egybehangzó akaratnyilatkozata. Akkor jön létre, ha a felek megállapodnak három fő dologban. Ezek a minimális feltételei a szerződésnek. A felek meghatározása, a feladat meghatározása, és a vételár. Ez a három alapvető. Enélkül, ha bármelyik hiányzik, nincs szerződés. Ezen kívül számos más dolog van. Szerződés típusonként más és más feltételek. Itt, amit az Isten elmondott, azok alapvetően keverednek a vállalkozási szerződés. Engem szállítási szerződésre vonatkozóan kértek fel. A vállalkozási szerződés és a szállítási szerződés között lényeges különbség van 1000 körülményben. A hétköznapjaink során, amit leginkább ismerünk, az az egyszerű úgynevezett reál kontraktus, amikor bemegyünk a közértbe, veszünk egy liter tejet, kifizetjük a pénztárnál, megszereztük az áru tulajdonjogát, hazavisszük. A boltban azt a tejet vesszük meg, amilyet akartunk, tehát saját magunk felelősségére válogattunk, vásároltunk, s vittük haza. A szállítási szerződés azonban, amit a polgári törvénykönyv rendez önálló szerződésnemként, lényegesen szűkszavúan határozza meg, fajta, mennyiség, minőség alapján történik a szállítási szerződés alapján, az áru meghatározása, ami a szerződés tárgya, és annak a leszállítása, a vevő pedig köteles ugye a leszállításkor kifizetni annak a vételárát. Fontos a korábbi jogszabályi rendelkezéshez képest, az új módosítás magába már rögtön az első mondatában úgy fogalmaz, hogy természetesen, ha nem kapjuk meg a teljes árumennyiséget, akkor a leszállított árumennyiséggel arányos összeget kell, vételárat kell megfizetni. Ezzel tulajdonképpen magát, csak a fogalmát tisztáztuk itt a szállítási szerződésnek. A szállítási szerződésnek számos feltétele van. A PTK külön nem nevesíti a szállítási szerződés címszó alatt, hanem erre az általános, úgynevezett kötelmi jogi fejezetben, kötelmi részben írtak általános feltételei szerint taglalhatjuk, beszélhetjük meg. Ugye a legfontosabbról, István már előttem beszélt arról, hogy mik ezeknek a szerződéseknek a feltételei. Ugye beszéltünk arról, hogy a jogalanyok. A jogalanyok egyik oldalával tisztában vagyunk, mert az én vagyok, mint megrendelő. A másik oldalon, ha szállítási szerződésről van szó, akkor a szállító. Külön kell kezelnünk, és most csak majd a végén röviden két szóban a vállalkozási szerződésről. A szállítási szerződésben is meg kell határozni, ugye tehát, hogy kik vagyunk. István mondta, hogy meggyőződjünk meg a jogalanyokról, ugye mert a szerződésnek vannak jogalanyai. Cégbíróságon a szállítótól a cégkivonat beszerezhető. Az tartalmazza, ki a cég képviseletére jogosult, és milyen tőkével rendelkezik az illető vállalkozás. A cég nyilvántartásnak egy külön ablaka az, ami összegyűjti az éves mérlegbeszámolókat. A cégek esetében ugye május 31-ig kell leadni a mérlegbeszámolókat, és ezeket évről évre visszamenőlegesen lehet ellenőrizni. Ebből megtudhatjuk, hogy mennyire anyagilag, mennyire biztos lábakon áll a cég, mennyi volt a bevétele, a termelése, milyen tőkével rendelkezik, tehát garanciát látunk-e abban, hogy a szerződésnek eleget tud tenni. A szerződés tárgyára vonatkozóan nagyon fontos, amit az István mondott, hogy pontosan ugye mérjük fel, hogy mit kérünk.
ezt nagy valószínűséggel, hogyha már valamilyen beruházásba kezdünk, akkor ezt valaki megtervezte. Célszerű szaktervezőt megbízni, a most, ha vállalkozási szerződést kötünk, és nem szállítási szerződést, akkor a vállalkozó köti meg ezt a tervezési szerződést. Ha mi bonyolítjuk, akkor mi kötünk a tervezővel úgynevezett tervezői szerződést, annak a célnak az elérése érdekében, amit szeretnénk majd kivitelezni. A tervező feladata az olyan szakhatósági engedélyek beszerzése, mint például, amit az István is mondott előttem, hogy például a helyi építési szabályzat egyeztetése esetleg az építési hatósággal, hogy a tetőre elhelyezhető-e, és milyen formában az az objektum, az a létesítmény, amivel az energiatakarékos intézkedést akarjuk megvalósítani. Visegrádon voltak ilyen problémák, ezek elől az akadályok az utóbbi időben már elhárultak, és az önkormányzat és az építési hatóság sokkal rugalmasabban áll ehhez a kérdéshez. Tehát beszéltünk ugye a szolgáltatás egyértelmű meghatározásáról. Itt nem kell nagyon mélyen belemenni, de egyértelművé kell tenni a szerződésben, hogy a vállalkozónak, vagy a szállítási szerződés kötelezettjének, mert ugye mi vagyunk a megrendelők jogosultak, a kötelezett pedig a szállító lesz, hogy a kötelezettnek milyen paraméterekkel rendelkező áruval kell a szerződést teljesíteni. Az áru meghatározható mennyiségben, lehet szabvány szerint, lehet minőségi előírások szerint is szerződni, vagy éppen napi szokásoknak megfelelően. Az ár nagyon sokféle lehet, hiszen lehet napi ár, lehet szerződéskötéskori ár. Ilyenkor általában a kockázatot a kivitelező viseli, hiszen ha ár változik, elhúzódik a beruházás, a kivitelezés, akkor annak a kockázatát, ami az a beszerzési árat illető, azt a vállalkozó fogja viselni. Lehet egyébként kivitelezéskori áron, vagyis későbbi áron megkötni a szerződést, tehát hogy nem a szerződés aláírásakori piaci áron vásárolunk, hanem majd akkor, amikor teljesít a vállalkozó, vagy szállít a szolgáltató, a szállító. A szerződéseknél szoktunk alkalmazni úgynevezett értékállandósági megállapodást, amikor is például meg azt mondjuk, hogy ma 200 forintért vásárolunk meg valamit, de ez euróban kifejezve ennyi, és akármikor teljesít a vállalkozó, a szerződő fél kötelezett, azt az árat fizetjük, ami azon az állandósági áron megfelel. A szerződésekben sok esetben szoktak hivatkozni általános szerződési feltételekre. Az általános szerződési feltételek akkor kötelezőek a felekre, ha a szolgáltató a megrendelőnek egy bemutatta, vagy hozzáférhetővé tette, és megismerte a megrendelő ezeket az általános szerződési feltételeket. Ezt rögzíteni kell a szerződésben, és ott az aláírásával ismeri el a megrendelő, hogy az általános szerződési feltételeket elfogadja. Amennyiben nem fogadja el, mert ilyen is van, akkor ezt szoktuk véleményeltérési nyilatkozatban, vagy a szerződés külön megjegyzés rovatában feltüntetni, hogy az általános szerződési feltételeknek valamely pontját nem fogadom el, helyette ezt kívánjuk alkalmazni. Az ajánlati kötöttség. Természetes, hogy jó dolog, ha mi szervezzük az egész beruházást, hogy
több ajánlatot kérünk be. Figyelembe kell azonban venni, hogy úgy hívjuk, hogy ajánlati kötöttség. Aki az árajánlatot adja, az csak bizonyos időpontig köti magát az adott árajánlathoz. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, szokta sok árajánlat tartalmazni ezt a szöveget. Ez azt jelenti, hogy ha gondolkodunk egy hónapot vagy kettőt, megváltoztak a piaci árak, lásd az elmúlt évben is, ugye például faanyag árak egyik hétről a másikra változtak, ennek megfelelően ennek a kockázatát azt mondja a kivitelező vállalkozó, hogy nem vagyok hajlandó vállalni, ha később rendeled meg, később szerzem be az árut, akkor ennek megfelelően az ár is más lehet. Az ajánlati kötöttség határidején belül nyilatkozhatunk, hogy ezt az árat elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Amennyiben határidőben nem nyilatkozunk, akkor új árajánlatra van szükség, mert akkor a korábbi árajánlat elvesztette hatáját. A teljesítés, a szerződés nagyon sok mindent kell, hogy tartalmazzon. Többek között, amit az István is mondott, hogy a teljesítési határidőt, lehet részhatáridőt kikötni, lehet véghatáridőt kikötni. Sok esetben kötődik például fizetési kötelezettség az egyes határidőkhöz. Ez kötődhet például teljesítés arányos százalékban meghatározott összegbe, ha és amennyiben így állapodunk meg. Legtöbb esetben azt így tudom csak javasolni, hogy nagy beruházások esetén lehet részletfizetésekről beszélni, de kisebb volumenű beruházások, általában 1 millió forint alatti összegre gondolok, akkor célszerű az egész megvalósulási folyamat végén, tehát amikor az átadás, átvétel megtörténik, akkor fizetni, hiszen akkor látjuk, hogy minden megvalósult, részben valósult meg, valami módosult, elmaradt például, mert valamit nem tudott megcsinálni a kivitelező, akkor ennek megfelelően tudunk leülni, tárgyalni, egyeztetni, és annak megfelelően a fizetésnek eleget tenni. A teljesítés módjára és helyére vonatkozóan szállítási szerződés esetén lehet a szállító telephelyén átvenni, akkor ott kell minőségileg, mennyiségileg az átvételt megvalósítani, és lehet a szállítás helyén, vagyis a teljesítés helyén történő mennyiségi és minőségi átvételben megállapodni. Ez a szerződés természetétől is függ, hiszen ha olyan a például alkatrészeket hoznak, vagy egész terméket hoznak, nem mindegy, hogy hol és mint vesszük át, viszont itt a felelősség kérdése a későbbi károsodásban, tehát például az átvételtől a beépítés helyig a felelősséget az viseli, aki már átvette az árut. Ez egy fontos körülmény, mert a kárveszély viselése az mindig nagyon fontos. A késedelmes teljesítés következményeire vonatkozóan vannak úgynevezett szerződéskötéskor szerződés teljesítési biztosítékok. Ilyen a foglaló és a kötbér, általában ezt a kettőt alkalmazzuk. Van természetesen még egyéb dolog is, például kártérítés. Itt most arra semmiképpen sem térnék ki. A foglalót azt mindenképpen írásba kell foglalni, ugyanis a kúria előtti intézmény, a legfelsőbb bíróság egy állásfoglalásában úgy döntött, hogy akkor érvényes, hogyha azt a szerződésbe foglalják bele, tehát csak írásban lehet kikötni.
A foglalót azt előzetesen szoktuk átadni, és amennyiben valamelyik félnek felróható, okból meghiúsul a szerződés, akkor kell a sorsáról dönteni. Például, ha a megrendelő hibájából hiúsul meg a kivitelezés, akkor a foglalót elveszti, ha a vállalkozó hibájából, akkor pedig annak kétszeresét köteles visszatéríteni. Fölvetődik nagyon sok esetben, hogy anyagelőleget kér a vállalkozó. Az anyagelőleget a szerződésben lehet foglalni. A polgári törvénykönyv alapvetően úgy rendelkezik, hogy ha én vásárolom meg az anyagot, akkor természetes, hogy én kifizetem, például szállítási szerződés alapján. Ha vállalkozási szerződést kötök, akkor a vállalkozó köteles megelőlegezni a költségeket, és majd a végén fizetem ki az összes költségeivel, tehát munkadíjával együtt. Természetesen a polgári törvénykönyv diszpozitív, vagyis megengedő szabályokat alkalmaz. Eltérhetünk ettől, kifizethetjük az anyagot. Na de átvettük az anyagot? Megvizsgáltuk az anyagot? Minőségileg, mennyiségileg megfelel a szerződésnek? Hát ennek valakinek viselnie kell az ódiumát, ezt jobb, hogyha a vállalkozóra bízzuk, aki kivitelezést végzi, hiszen nem hiszem, hogy Mari néni fogja a tetőre felszerelni a napelemeket. Tulajdonképpen a hibás teljesítés az, ami még fontos. A hibás teljesítésre lehet kötbért kikötni, lehet mennyiségi és minőségi kifogások alapján különböző levonásokat teljesíteni. A hibás teljesítésnek az általános megoldása a hiba kijavítása. Az a elsődlegesen kérhető. A jogviták során azonban át lehet térni árleszállításra, vagy a termék kicserélésére. Tehát elsősorban kijavítás, árleszállítás, ez a fokozatosság elve, általában a bírói gyakorlat is ezt követi, nekünk is ehhez kell alkalmazkodni. Az átvétel. Az átvételnél nagyon fontos, a nagyobb beruházásoknál műszaki ellenőrt szoktak alkalmazni, a kisebb beruházásoknál a műszaki ellenőrök mi magunk vagyunk. Általában úgy szoktuk ellenőrizni, működik vagy nem működik. Ez egy nagyon egyszerű ellenőrzés, hiszen nem értünk magához a termék olyan technikai működtetéséhez, ami alapján belső hibákat, például kötéseket tudnánk ellenőrizni. Ehhez szakember kell, ezért szoktuk a műszaki ellenőrt beruházások esetében, vagy nagyobb beruházásoknál alkalmazni, és ha ő azt mondja, hogy jó, átvehető, akkor átvesszük. Szerződés módosításról kell még mondani két szót. Szerződés módosításra az első találkozásunk után bármikor lehetőség van, ha már aláírtuk a szerződést. Mert késnek az anyagok. Ugye most, mivel hogy alapvetően itt a tetőre szerelhető napelemekről van szó, nagy részük Kínából érkezik, és esetleg a tengeri szállítás során felmerülhetnek akadályok, később jön valami miatt késik a vámkezelés, nehezebben érkezik be a termék, ez elhúzhatja a beruházás idejét, és ennek megfelelően a határidőben is csúszás keletkezhet. Ez lehet a hibás teljesítés körében egy olyan szerződés szegés, aminek kötbér kikötése lehet, például a határidő elmulasztása lehet, ez a kötbér azonban nem lehet bizonyos mértéket meghaladó.
Én úgy gondolom, hogy ezekkel kell feltétlenül tisztában lenni. Célszerűnek tartom a szerződést mindig ügyvéddel megnézetni. Ne sajnálja senki azt a pár ezer forintot arra, hogy egy ügyvéd egy óra alatt vagy fél óra alatt átnézi a szerződést, mint ahogy az is jó, hogyha kivitelezőre megfelelően felkészült, vállalkozót bízunk meg. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek sikeres szerződéskötést és kivitelezést kívánok. Hát remélem, hogy mindenkinek hasznos volt ez a két előadás, amit hallottunk, Omaszta István mérnök úrtól és dr. Szentbői Lajos ügyvéd úrtól. Remélem, hogy fogják tudni használni ezeket a gondolatokat a tervezett és elképzelt beruházásaikhoz, energiatakarékossági beruházásaikhoz, vagy egyéb építkezéseikhez. Köszönöm még, mint eddig mindig, Sejli Pál és Nak és feleségének, hogy otthont adtak ennek az előadásnak, illetve ennek a felvételnek, és mindenkinek nagyon kellemes további napot kívánok. Remélem, hogy a következő adásunkat is megnézik majd. Minden jót kívánok!